Sajnos az Európai Unióban az egyes tagországoknak a saját hatáskörébe tartozik a kisebbségi kérdés. Márpedig mindaddig, ameddig ilyen egynemű kisebbségekhez tartozó személyek individuális szintjén kezelik egészen mostoha módon a kisebbségi kérdést, ez az ügy nem releváns, sőt a történelmi régiók iránt is nagy mértékű közömbösséget tanúsít az Európai Unió. Lásd azokat a fejlesztési régiókat, amelyek Romániában köszönő viszonyban sincsenek a hagyományos, kulturális, történelmi, vallási, nemzetiségi alapon kialakult régiókkal. Ebben a hatalmas politikai, etnikai, nemzetközi mozgásban szinte eltörpül a mi lélekszámunk, amely mégiscsak az egyik legnagyobb Európában. Elmúlt 6 év jogi küzdelme arról szólt, hogy az európai bürokratáknak a globalista elitje, amely érzéketlen a nemzeti identitásra, egyszerűen nem fogadták el, nem értik, nem tudják. Azok a bürokraták, akiknek egyáltalán az államok nemzeti kultúra megtartó szerepe sem világos, akik egy olyan Európai Egyesült Államokat akarnak létrehozni, ahol összekeveredik minden, és eltörlődik a hagyomány, eltörlődnek a hagyományos kultúrák, tehát ők nem értették a kezdeményezésünket. Világos, hogy ahhoz, hogy ez sikeres legyen, érdekeltek vagyunk, hogy változzon az Európai Unió. Szerintem az autonómia a jó érzést jelenti, ez egyik ember tekintetében a másik fele. Semmi egyebet nem kér az autonómiát élvező személy, mint azt, amit a többségi társadalom mindennapi szinten élvez. Oktatás, közigazgatás, anyanyelvhasználat, gazdaság, ezek mind az autonómiát fémjelzik, és azt szeretnénk gyakorlatilag, hogy a döntéseket közelebb hozzák hozzánk. Mi magunk dönthessünk arról, hogy mit és hogyan szeretnénk a mindennapjainkban megvalósítani. Az európai polgári kezdeményezésről beszélünk. Arról a polgári kezdeményezésről, amelyet május 7-én bejegyzett az Európai Bizottság. Egy 6 éves jogi küzdelem után. Hiszen számos kifogást emeltek, végül is legyőztük az Európai Bizottságot, összegyűjthetjük az 1 millió aláírást a nemzeti régiók védelmében. A mi megközelítésünkben a nemzeti régiókat egy uniós védelemhez kell juttatni a kohéziós politikán keresztül. A polgári kezdeményezésnek ez is a címe, kohéziós politika a régiók egyenlőségéért és a regionális kultúrák fenntarthatóságáért. Azaz Székelyföldre vetítve azt szeretnénk, hogy Székelyföld fejlődne, és a fejlődés, a gazdasági fejlődés úgy hozná el a jólétet, az életszínvonal emelkedését, hogy közben Székelyföld regionális arculata ne változzon. Gazdag legyen, fejlődjön, de maradjon meg Székelynek. Ez ennek a polgári kezdeményezésnek a lényege, és ezt felismerték, ebben a lehetőséget felismerték nyugati barátaink is, felismerték, hogy az ő elképzeléseik is beleilleszthetők ebbe a polgári kezdeményezésbe. Tehát a Minority Safe Pack az a nemzeti kisebbségeknek egy védő törvénytervezetet szeretne kreálni, míg a Székely Nemzeti Tanács által kezdeményezett őshonos nemzeti régiók aláírásgyűjtő kezdeményezés az egy olyan törvénytervezet előkészítését célozza, amely a régiót, mint magát
tekinti kiemelt figyelemre méltónak. Tehát akár Székelyföldet, akár Erdélyt vagy Katalóniát veszük, magának a régiónak vannak olyan jellegzetességei, akár az etnikumok tekintetében is, amelyekre fokozott törvényi intézkedéseket, törvényi védelmet kellene találni az uniónak. Az a célunk, hogy a közösségi jognak a szürke övezetéből emeljük ki ezeket a régiókat. Miközben, megjegyzem, a kisebbségek szerepelnek, és benne van, hogy a kisebbségek értéket képviselnek az Európai Unióban, erről a szerződés szól, de említés sem történik arra vonatkozóan, hogy Európában vannak ilyen régiói, amelyek az európai kultúra letéteményesei, európai sajátos kultúrákat őriznek, ugyanakkor nem rendelkeznek állami hatáskörökkel, és láthatatlan marad a közösségi jog számára. Tehát a célunk, hogy a közösségi jog szürke zónájából kiemeljük ezeket a régiókat, és hát nyilván az aláírás gyűjtés során megteremtsünk közöttük egy szövetséget, hogy a jövőben együtt lépjen fel Székelyföld, Baszkföld, Katalónia, Korzika, Skócia, és így tovább.